Na mi a helyzet, hallasz minket? Igen, jól hallak. Mi van a Königgel? Semmi, vett egy kiflit és most föllesétál az állomás előtt. Tudjuk melyik vágányra érkezik? Ha Fehérvár felől vár valakit, akkor a kettesre, ha a déli felől, akkor az egyesre. Most beszélünk a központtal, hogy a telefon lehallgatók tudnak-e valamit. Szaravétel, semmit sem hallok. Akkor mi hova álljunk? De maradj a König mögött, Géza meg menjen át a kettesre. Miért menjen a hetesre? Kettő, kettesre. Vettem. A kettesre most fut be egy szerelvény, nálad mi van? Semmi, egy helyben áldogál, úgyhogy szerintem ide vár valakit. Vagy csak kedveli a vonatokat. Na, akkor vagy ez vagy semmi. Megvan a nő. Erre vártunk mostanáig. Nem arról volt, hogy a Straubék figyelik a csajt? Lehet, hogy figyelik, de nem tudhatták, hogy mi is itt vagyunk. Akkor most hogy legyen? De menj utánuk. Géza meg a Straub, beszáll hozzánk a kocsiba. Vettem. A figyelők autós táskába is retikülbe rejtett kameráikkal, ha úgy adódott, a presszóba is követték a célszemélyt. Ennek az az előnye is megvolt, hogy míg az utcai felvételek a kézben lóbált táskával sok selejtet eredményeztek, addig a presszó azt a fotóállványként is jól szolgált. Gyakorlati példánkban a célszemély kapcsolataival egy presszóban találkozik. Feladatunk, hogy együttlétüket dokumentáljuk. A presszóba érkező figyelőpár olyan asztalhoz ül, ahonnan mindvégig figyelemmel kísérhetik a személyek tevékenységét. Magatartásuk, viselkedésük a presszó többi vendégéhez hasonló. A fotózást asztalra helyezett álcázott géppel végezzük, ügyelve arra, hogy a táska elhelyezése és levétele minden esetben legalizálva legyen. A felvételek készítése közben vegyük figyelembe az asztalaink között ülő személyek tevékenységünket korlátozó mozgását. A feladat eredményes végrehajtása érdekében több felvételt készítünk. Mivel a figyelés kizárólagos feladata a meghatározott esemény dokumentálása volt, a felvételek elkészítése után távozhatunk.